Hogyan is teltek március 16-a óta az ügyeleti napok a Kinizsi úti óvodában? Arról Molnárné Orosz Csilla óvodavezetőt kérdeztük. Mint megtudtuk, az ügyeleti rendszerben csak a dolgozó szülők gyermekeit fogadták. Viszont lehetőség volt arra, hogy a háromszori étkezést a szülők igénybe vegyék. Március 16-án igencsak érdekes napra érkeztünk, hiszen a gyerekeinket nem úgy tudtuk fogadni, mint annak előtte. Ezért minden gyermekünket, illetve a szüleiket felhívtuk, hogy a későbbiekben hogyan is jöjjenek óvodába, illetve mit tudunk számukra biztosítani. Mivel csak ügyeleti rendszer van jelenleg, csak a dolgozó szülők gyermekeit fogadtuk, viszont lehetőség volt arra, hogy illetve van lehetőség rá, hogy a háromszori étkezést a szülők igénybe vegyék. Ezt itt az óvodában délben szoktuk kiosztani számukra, a szociális otthonból kapjuk az étkezést. Az óvodából délben vihették el a szociális otthoni biztosított ételt a szülők. A háromszori étkezést 45-48 gyermek vette igénybe. A háromszori étkezést 45-48, tehát ez változó létszám, veszik igénybe, és hát délben igen, itt sorakoznak a kapu előtt a szülők. Az ügyelet ideje alatt az óvodában a fertőtlenítés folyamatos volt. A Dajka nénik, a fűtőkarbantartók végezték el. Az óvoda több pályázatba is bekapcsolódott. Az óvodapedagógusok ezeknek a dokumentációs részét végezték, illetve végzik jelenleg is. A fertőtlenítés folyamatos, és erre nagy szükség van. A Dajka nénék fűtőkarbantartó folyamatosan végzi ezeket a feladatokat. Természetesen az óvodapedagógusok sem maradtak munkanélkül, hisz bár kevesebb gyerek van, de találunk magunknak elfoglaltságot, hisz több pályázatba is bekapcsolódtunk, így a esélyteremtő óvoda pályázatába, aminek több dokumentációs része is van, amit el kellett végeznünk, illetve a tehetségprogram pályázatába, amit egy kicsit át kellett módosítanunk, hisz a tavasszal nem tudtuk ezeket a programokat megvalósítani, így módosítani kellett a pályázatunkat. A gyerekek a konyhakertet együtt gondozzák a felnőttekkel. A zöld óvoda pályázatban is benne vagyunk, a gyerekekkel, akik itt vannak, a kiskertünket szépen gondozzuk, amit kialakítottunk. Három óvónő pedig besegít az egyre növekvő gyermeklétszám miatt a Csokonai úti óvodában a kicsik ellátásába. Az ősszel iskolába menőket szeretnék valamilyen formában elbúcsúztatni majd, de a jeles napokról is megemlékeznek a kicsikkel. Mindenféleképpen el fogjuk őket búcsúztatni, hogy milyen módon, még pontosan nem tudok erről nyilatkozni, hisz majd ezt közösen, intézményi szinten szeretnék megbeszélni, nem maradnak búcsú ünnepség nélkül, és hát természetesen a húsvétra is készültünk, ugyanúgy az anyák napjára készültünk, az anyukákat itt vártuk kint a teraszon, és ahogy egyesével jöttek a gyerekekért, megköszöntöttük őket, ajándékot készítettük, tettek a gyerekeknek, nekik nyakláncot, karkötőt fűztek számukra, illetve a jeles napokról sem feledkeztünk meg, hisz a vízvilágnapja, a földnapja, madarakfák napja, ez egy olyan esemény, amiről mindenféleképpen egy zöld óvodának illik megemlékezni.